És ahogy mondtuk, a tárlat ezennel megnyitottnak tekintendő, és reméljük, hogy mindenki örömét leli benne, hiszen Radó Károly művész úr itt van velünk, szobrász és festőművész úr. Kialakított egy nagyon-nagyon sajátos látásmódot. Hogyan nevezné ön a saját stílusát, világ szemléletét? Én kortárs művészetnek nevezném, mert ez volt az a műfaj, amit mint hogy festeni, körülbelül 16 év óta festek, amikor először Krétához nyúltam. Azt gondoltam, hogy megnyit az út ahhoz, hogy nem kell már igazodnom olyan követelményekhez, mint szocialista realizmus vagy a mesterek felfogása, hanem most én is, mint egy európai ember, aki tüzetesen ugye az európai kultúrához tartozik, amelyiket hát tulajdonképpen Cézanne óta kötelező a kortárs művészekre, én így gondolom, aki azt mondta, hogy majd én meg fogom egy nap a világot lepni, ezzel a világgal Párizst értette természetesen, egyetlen, egy almával. Mert tudnék, Párizs a történelmi festészetet kedvelte, mert a franciák mindig szerették a nagyjaikat, és mint hogy teljesen abszurd képeim is vannak, amelyekre már csak a mókából rátettem arányában egy emberkét, úgy olyan Paukli szokta, csak azért, hogy abba a világba bevezesse az embert, mert igenis én magam is elhiszem azt, hogy a képalkotásnak van egy tárgyiatlan megnyilvánulása, és ezt kortárs művészetnek hívjuk, mert nem tudjuk másképp elnevezni.